Abban az időben a nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus? Ezért János így szólt hozzájuk: én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Keresztelő János, ahogy hallottuk az evangéliumban is, ő vízzel keresztelt, ezt kihangsúlyozta, de majd utána jön az, aki Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelkedni. Ez a vízzel való keresztelkedés is már János esetében, amit ő meghirdetett és csinált, teljes megtérést kért azoktól, akik ott fölsorakoztak a Jordán folyónál, hogy változtatni akarnak az életükön. Hát ugye várták Jézust, megfeszített figyelemmel várták Jézus eljövetelét, a Messiás eljövetelét, és ezért ehhez megtérésre volt szükség. És ekkor Jézus beállt a sorba. Nyilván ő nem azért, mert a bűnöktől akart megszabadulni, meg megtérésre lett volna szüksége, de egyrészt sorsközösséget vállalt az emberekkel, magára vette a világ bűneit, ezt is akarta jelezni. Másrészt, miközben imádkozott, akkor a lélek galamb képében leszállt rá, és a mennyből szózat hallatszott: ez az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Jézusnak az atyával való egysége, a szeretet kapcsolata nyilvánul meg ebben a jelenetben is, és az atya és a fiú közötti szeretet hozza létre a Szent Lelket, idézőjelbe. És így jelent meg a Szentlélek Jézus megkeresztelkedésekor. És az atya szózata pedig erről szólt, hogy hát akkor most ki nyilvánul Jézusnak az istensége, hogy ő a közénk jött Isten. És ez az, ami most a mai ünnepen előtérbe van Jézus megkeresztelkedésekor, hogy ő az atyával való egysége, az atyával való akarata által megkapja a Szent Lelket, és mint egy felkenés történik. Őt felkeni a Szent Lélek. És aztán itt jön a mi keresztelkedésünk is, hogy párhuzamot vonjak. Ugye János csak vízzel keresztelt, ott a Szent Lélek nem jelent meg, hogy így mondjam, de jött a Jézusi keresztség, amiben már mi részesülünk, és mi megkapjuk a Szent Lelket, sőt, hát a Szent Háromság nevébe keresztelünk. Jézus adta ki parancsba, hogy menjetek az egész világra, tegyetek tanítványom már minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Tehát a Jánosi keresztség és a Jézusi keresztség ez már különbözik, és ez a töblete, hogy így fogalmazzam, hogy itt mi a Szent Lelket is már megkapjuk a keresztelésünkkor. Jézus megkeresztelésének az ünnepe, ez többszörös üzenetet is hordoz. Hát egyrészt eleve ugye hát a megtérésre szükség van, másrészt az atya és a fiú közötti szeretet kapcsolatot nekünk is ápolni kell, egyre jobban kifejleszteni, hogy aztán megkapjuk a Szent Lelket, aki vezet bennünket az életutunkon. Tehát a keresztség az egy mérföldkő.
beletestesülünk Jézusba, ő belénk, illetve a Szent Háromságba, és ezt a kegyelmi életet élhetjük, ezt az isteni életet élhetjük. A keresztség valahányszor megjelenik, ugye plébániai közösségekben, templomokban meg is szoktuk újítani a keresztségi fogadásunkat, ami a megtérésünk, az Istennel való életünk, a Jézusban való életünk, a Szentlélek által vezetett életünk újulhat meg a keresztelések kapcsán.